Kezdődik. A kabala alapjai. A lecke második részében, hátralévő részben mi annak a kérdésen szenteljük az időnket, ami hamarosan jövő esemény lesz Oroszországban, a Szocsi terjesztési dolog, ennek az ideológiája, a megszervezése. Kérdéseket föltenek a Kabala TV-n keresztül. Mindenki részt vehet ebben, a Kab TV-n keresztül, mondják még egyszer. Tehát a kérdés még egyszer. Az első kérdés, amire koncentrálunk, mi az a spirituális cselekedet, amit Szocsiban végrehajtunk? Ez egy nagyon hétköznapi kérdésnek hallatszik, és én nagyon remélem, hogy a Szocsiban végrehajtandó műveletek után, vagy azt követően, azt fogjuk látni, mondja Rav, hogy Oroszországban képesek leszünk ugye több ezer embert megérinteni. Úgyhogy legalább egy kicsi mértékben át tudjuk adni a mi szellemiségünket, mivel akkor megláthatjuk, hogy ezek a cselekedetek mennyire fognak pozitív választ kiváltani különböző területeken, olyanokon is, amik messze vannak egymástól, hiszen az emberek, akiknek így nincs egy kapcsolatuk, fognak találkozni egymással és velünk, ugye, és akkor elkezdik használni majd a mi szavainkat, elkezdik a mi következtéseinket használni a saját következtéseiként, és ennek megfelelően, ennek a hatásnak az eredményeképpen minden ember, aki a teremtőre vágyik, ugye az nyilvánvalóan az egész világnak a kapcsolatát a teremtővel növeli. Mi egyetlen rendszerben vagyunk belefoglaltatva, mondja. Hogyha egy ilyen széles együttműködést látunk magunk előtt a tömegekkel, és mindenkivel ugye dolgoznunk kell, akkor itt láthatjuk, hogy a változások, amiket létrehozunk, ugye nagyon nagy mennyiségű embert érünk el, olyanok, akik egyelőre egyáltalán nem viszonyultak hozzánk semmilyen módon, nem álltak velünk kapcsolatban, és ennek az eredményeképpen, ami egy valós eredmény lehet a tömegek irányába, az, hogy ők elkezdenek gondolkodni a mi gondolataink alapján. Mi az a téma, amit biztos ezekben a körökben az emberekkel meg kell beszélni? A boldogság, a szeretet, az egység, vagy hogy a boldogság az egységből jön, vagy miről kell beszélgetnünk? Az, hogy egyfajta kapcsolat létezik, amikor az emberek elkezdenek egyesülni az egójuk felett, akkor ezáltal én valami fajta munkát kezdenek el végezni, és ezáltal pedig fölé emelkednek az állati egójuknak, és valamilyen mértékben magasabbra tudnak emelkedni, magasabbra, ami azt jelenti, hogy fölé emelkednek az egoista vágyaiknak, ők egyesülnek, összekapcsolódnak, és a kapcsolat, az egység nyilvánvalóan itt különböző egoista vágy ellenében fognak haladni, és ilyen módon mi
létrehozunk egyfajta érzelmi mozgást, amely szétterjed a különböző szintek között, az edény különböző szintjei között, a világcsoport edényeiben. És ez egy nagyon feltáruló módon történik, mert mi össze vagyunk kapcsolva, tehát látnunk kell, hogy itt különböző csoportok jelennek meg. Tehát mondjuk vannak a franciák és az arabok. Tehát van, akik találkoznak egymással és velünk, van, akik nem. De a lényeg az, hogy mi egy kölcsönös kapcsolatot akarunk létrehozni köztük. És az arabok, akik Franciaországban élnek, ami körülbelül 10% az ottani populációnak, egyáltalán nincs köztük kapcsolat. Tehát nagyon világosan lehet érezni, hogy amennyi mértékben a franciák elkezdenek megváltozni, egy kicsi új csoport bukkan fel a franciákban, és ezáltal megváltozik a teljes francia társadalom, és a másik csoport, az arabok pedig nem változnak, hiszen nincsenek a francia résszel kapcsolatban. Ugyanezt láthatjuk Oroszországban. Tehát mivel hatalmas mennyiségű ember él különböző területeken, a belső kapcsolat nélkül, meg fizikai kapcsolat nélkül is, látnunk kell, hogy az egész nemzetnek, akár a legtávolabbi sarkában is, a mi sarkunkban, hogyha jól csinálják, akkor elkezdik használni a mi szavainkat. Hát láthatjátok, hogy hogyan kezdik el kifejezni, amikor ilyen módon terjesztünk, a mi gondolatainkat adjuk az emberek szájába, és az egész integrál rendszer elkezd dolgozni. Ez egyszerűen el volt rejtve erőlünk ez a rendszer, de ezt a rendszernek a működését mi magunk is érezhetjük. És ezen a módon mi valóban ignorálni tudjuk ezt a óriási leválasztottságot az emberek között, és át tudunk adni egy olyan fajta üzenetet, amivel az egész rendszert működni tudjuk. Oké, de amit mi elkezdünk most magyarázni, hogy elmagyarázzuk az embernek, hogy az ember... Tehát nyilván van egy állati természete az embernek, amely feltáruló kapcsolatban. Hát nem kell azt a szót használni, hogy spirituális. Nyilvánvalóan, amikor az első meetingen találkoztok az emberek, akkor ne használjátok a spiritualitás szót. Én nem tudom, mi az kapcsolatuk a spiritualitással, meg a magasabb szintekkel, mit társítanak ehhez, de nyilván az ember ugye egoista, és nyilván ahhoz, hogy a világot helyes módon lássátok, altruista módon kéne látni. Hogyan tudjuk fenntartani a viszonyt ezután a Szocsi meetingek után, tehát egyszer egy héten, egyszer egy hónapban. Nem tudjuk ezt még most, hogy milyen fajta, hány fajta emberre fogunk és milyen csoportokkal találkozni. Nyilvánvalóan hogy hány ember fog oda a panziókba, a hotelekbe megjelenni, hogy mennyiszer tudunk az emberekkel találkozni, milyen lesz a képességünk arra, hogy szolgáljuk őket, hogy egyetlen vagy több találkozóra is el tudjuk hívni azokat, akik egy-egy ilyen nyaraláson vannak. Nyilván különböző tervek vannak, tehát az első meetingnek arra kell irányulnia, hogy mi fog történni, többek között, hogy mi fog történni a következő meetingen, és utána pedig nyilván nekünk egyfajta feladatot kell adnunk, hogy végig gondolják, hogy minek kell történni a következő megbeszélésen, tehát hogy közte valóban döntéseket tudjunk hozni, és hogy valóban képesek legyünk egy csomó mindent felkészíteni az ő vágyuknak megfelelően. Tehát nyilvánvalóan itt egy csomó változást kell létrehozni, és nem csak arról van szó, hogy ki kell cserélni a telefonszámokat. Persze, kicserélik a telefonszámokat, de valóban egy kapcsolatot kell teremtenünk. Honnan tudhatjuk, hogy sikeres volt-e a meeting, vagy nem? A mi számunkra a sikeres meeting, mondja Rav, az, amikor az emberek kinyílnak. Tehát amikor a vágyaikat kitárják,
egymás irányában. Nem azért, mert nyaralnak, hanem azért, mert a kapcsolat eleje megjelenik, és akkor mindenki megértett, hogy a legfontosabb dolog a mi számunkra az első megbeszélésen velük, az emberekkel való első találkozáskor, és lehet, hogy csak ez az egyetlen találkozónk ezen a nyáron, hogy megadjuk az embereknek a lehetőséget arra, hogy érezhessék a csodálatos érzékelését a kapcsolatnak. Nem csak az érzékelését, hanem a viszonossági erejét, a melegségét, a részvételi vonzást, az megértést, ami megjelenik, az egyetértést. Hogy mindezek a dolgok az embernek megadják azt az érzést, amit úgy hívnak, hogy jó környezet. Ugye ez a sivatova. Hogy amikor az ember újra teremt egy ilyen környezetet maga körül, ami nagyon fontos, ezzel az érzékeléssel, ennek az érzékelésnek a segítségével megjelenik egy resimó az emberben, ugye ez egy első találkozás, és erre a találkozásra tudtuk mondani, ahogy aztán beszéltük, vagy talán egy nappal előtte, tehát nekünk arról kell beszélnünk, hogy ez a rendszer, ez milyen módon és milyen mértékben tudja segíteni a kapcsolati korrekciót minden területen az életnek, a családok között, a szülők, nagyszülők között, a közösségen belül, a munkahelyen, stb. Ilyen az egész világgal általában milyen módon tudja korrigálni az emberek kapcsolatait, és az emberek közötti viszonyokat, az egoista viszonyrendszerből elmozdítja egy jobb, a másfajta viszonyrendszerbe, és ilyen módon az egész világban kiépülő emberi viszonyok elkezdenek megváltozni, hogyha mi a viszonyokat emberek között megváltoztatjuk, még ha csak egy kicsi százalékban is, az egész világ elkezd majd megváltozni. És az egész világ a pillanatok kezdve, hogy elkezdesz kifejlődni az új kapcsolatrendszer, ami az emberek közötti kapcsolaton keresztül kezdett el felemelkedni, és ezt a fajta evolúciót egyébként, mert ez az igazi evolúció, ez az, amit aztán elhozott bennünket az egoista, kapitalista kapcsolatrendszerben, ahol ma élünk. És annak érdekében, hogy beleoltsuk az emberekbe azt, ami a kapcsolatrendszerben az egész rendszert megváltoztatja, az egész világrendszert megváltoztatja. Ez az, amiért szükségünk van arra, hogy megmutassuk az embereknek mindenféle workshopon, szemináriumokon, hogy más szintre tudjuk őket vinni, más és más fajta szintre tudjuk emelni őket, és ez az eredménye annak, hogy az egész világ integrált, és ezáltal, hogy meg tudjuk változtatni a világot. Hogyan tudjuk megválaszolni azt a kérdést, akkor most pénzért dolgozunk, vagy nem? Vagy mit? Ez nagyon egyszerű. Hogyha pénzért csinálod, tehát, hogyha mikor én gazdag voltam, ugye egy nagyon egyszerű módon kell megválaszolni, hogy én szeretem a szakmámat, tehát, hogy ingyen csinálják, vagy nem ingyen csinálják, amikor megkérdezik ezt az emberektől, erre vonatkozott a kérdés, csak kicsit rosszul fordították. Tehát nyilvánvalóan van egyfajta pénzügyi eredménye is, de a lényeg az nem ez, hanem a megelégedettség érzése, a kitöltöttség érzése. Tehát lehet, hogy egy nagyon, nagyon nyilvánvalóan egy nagyon átlagos fizetés lehet, hogy kap valaki ezért a munkáért, amit egy konzultáns kaphat. A legfontosabb dolog azonban a számomra az, hogy az eredményt lássam a munkámnak. Ezt kell válaszolni az embereknek. Tehát spirituálisan és fizikailag. Van egy másik kérdésünk, ami ezzel kapcsolatos. Tehát oda szeretnénk adni Moszkvának a hangot, Moszkva fog kérdezni, és a barátok fognak kérdezni Moszkvából. Nem. Kalcsenko ott van Moszkvában? Jó reggelt, mondja a Kalcsenko, az a szentpétervári. De akkor a szentpétervárt kapcsolatok. Na itt van Moszkva, rajta kérdezzetek.
Jó reggelt! Nyilvánvalóan egy platformot kell előtte vagy utána teremtenünk, ami nem teljesen világos meg a számunkra, mert a kurzus tartani az embereknek az nem lehet igazán probléma, de az, hogy mi történik, milyen kapcsolatba kell hozni az embereket a találkozók után, fiúk mondjam. Tehát ti nektek kell felajánlani nekik az összes eszközt annak érdekében, hogy összekapcsoljanak. Tehát, hogy milyen fórumot, milyen weboldalt teremtetek erre, milyen workshopokat hoztok létre. Tehát van egy archívumunk, nyilvánvalóan ezen át tudtok menni. Mi elkezdtünk egy ilyen platformot megteremteni, ez nagy része már létezik az interneten, kurzusokat tettük föl, fórumokat, invitációkat, mindenféle meghívókat terjesztettünk. Ez a fajta környezet, amit megteremtünk ilyen módon, építi föl ezt a fajta környezetet, ilyen módon építjük föl, ott mindenféle információkat felraktunk. A kérdés az arra irányult, hogy a csoport, tehát van egy szociális hálózatunk, ahol mi csoportokat akarunk alakítani az emberek között, nyilván ez egy platform, és erre kérdezte Rav, hogy mit kell ebben tennünk, ezt éreztek a srácok, bocsánat. Rav, én nem tudom, hogy a ti napi rutinotok hogyan épül be majd Szocsiba. Lehet, hogy van, akik nem tudnak lejönni Moszkvából, ott kell dolgozniuk, ezért nekik kell ezt a környezetet fönntartani virtuálisan, tehát az általános idő egy ilyen nyaralásnak 2 hét, és ez alatt az idő alatt kell nektek 4 megbeszélés mondjuk összehozni az emberekkel, de lehet, hogy csak 1 meetinget tudtok összehozni, mi történik. Nektek időt kell találni arra, hogy foglalkozzatok a elkövetkező időszakban, időt szakítsatok arra, hogy az embereket kezdjétek el szolgálni, hogy egy új virtuális kapcsolatot építsetek ki velük, vagy miután visszatértek a helyetekre, kell valamit tennetek, és ez mind attól az intenzitástól függ, amivel a munkátokat végzitek, az utazás. Hogyha van időtök, akkor el kell kezdenetek szolgálni őket párhuzamosan, mindenféle, ahogy bementek különböző szállodákba, hotelekbe, panziókba, válaszoltok a kérdésekre, rögtön azt is meg kell teremtenetek, hogy onnan milyen kapcsolathoz irányítjátok őket a nyaralás után. Tehát e-maillel, egyéb dolgokkal nyilván menedzselni kell ezt a folyamatot, hogy ők valóban kurzusokat tudjanak elkezdeni, támogatni tudjátok őket ebben. Tehát röviden, nektek szolgálni kell őket. Ez a rövid mondat. Nyilván ez egy hétköznapi internet szerviz, de egy integrált internet szerviz. A kérdés az mondja, hogy mikor és hogyan találtok erre időt. Tehát mondjuk, hogy miután mi befejeztük itt a munkát, elkezdünk ezen dolgozni veletek, hogy hogyan tudjátok ezt jól kialakítani. Na, én most nem... Amikor ezt a fajta kurzust megteremtjük, ami utána, ugye a találkozó után van, Szocsi után, akkor az arvutot adjuk meg, mint a jó élet alapját, és a kurzusnak olyan, nyilván egy ilyen szeminárium formát adunk többször, tehát workshop formátumot, és amit utána akarunk, mondja a srác, annak érdeke, hogy az embereket be tudjuk illeszteni ebbe az új rendszerbe, hogy elkezdhessék a virtuális kapcsolatot működtetni ők is, Rav megszakította a srácot. Ezt most nem fordítják. Nem, amire én gondolok, mondja a srác, Rav kérdését nem fordították.
tehát van mondjuk 4 találkozó ott a helyszínen, annak érdekében, hogy megadjunk nekik egy bizonyos fajta értékelését, hogy miről beszélünk, és utána beteszük őket virtuális kurzusra, tesszük be őket, és erről beszéltem, ravingatta a fejét. Megint nem fogadták le Rabot. A második kérdés, az, amit kérdezni akartam, az arra irányul, mondja a srác, én már harmadszor fut neki, hogy mi azt is szeretnénk, hogy bármikor, amikor a fizikai részleteiről beszélünk a magasabb formának, ugye Oroszországban nem fordítják rendesen. Tehát hogy jobb ezt csinálni, kérdezi a srác? Nem fordították le, sajnálom. Nem tudom nektek lefordítani. Rabot se fordítják. Sajnos nincs fordítás, ez valahol eltűnt most. Sajnos még mindig nincs angol fordítás. Hello, Rav, hall engem? Most visszatért a fordítás. Tehát a következő helyzetben vagyunk. Tehát olyan, mint az orvos, aki állandóan embereket ellenőriz, nyilvánvalóan minden lehetséges módon vigyáz az emberekre, és vannak emberek, akik velünk tanulnak, vannak, akik ideiglenesen tanulnak velünk, tehát időszakosan. Vannak, akik, mint az orvosok vigyázzák az emberek egészségét. Tehát, nagyon rosszul fordítják ezt a workshopot, ne rúgjatok szavakat. Szó darabokat folytanak le belőle. Tehát nagyon érdekes pillanatnyilag ez, amit kérdeztél, hogy mennyire vagytok képesek a rendszer középpontja felé menni. Nyilvánvalóan minél jobban a moszkvaiakkal együtt, a tömegekkel fogtok együtt dolgozni, ez nagyon jó elképzelés. Sajnos nem értettük, hogy micsoda, meg Kalcsenkót nem fordították le. Hogy mennyire... Tehát helyesen mondtad. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív hatás lehet. Mi tudjuk, hogy mennyire minden az embertől függ, és mennyire az ember érzékelésétől, tehát, hogy mennyire egészséges az érzékelés az embernek, és hogyha mi megteremtünk egy viszonyt köztük, az emberek között, mi tudjuk, hogy az emberek, amikor oda mennek, valóban idegesen mennek, tehát még akkor is, hogyha relaxálni mennek, velük vannak a gyerekek, tehát amit most hallottunk Moszkvától, azt azért nem szeretem, mert ők megpróbálják ráerőltetni az emberekre azt, ami az ő elképzelésük. Mi pedig nem tehetjük ezt meg, nekem azt gondolom, hogy nekünk olyan kell lenni egy jó vodai tanítónak, vagy óvóbácsinak, óvónének, akik olyan helyzetekbe teszik az embereket, ahol visszavezetik a gyermekkorba, és ahol minden még minden sima ügy volt. A legfontosabb dolog, mondja, az érzés, az érzékelés, és nem az, hogy mennyit agyalunk. Ami fontos, az, mert az emberek mit szeretnének?
az emberek jól akarják magukat érezni. Mi tudjuk, hogy mi történt ezt megelőzően, és ezt meg kell édesítenünk nekünk, ami történt. Tehát valóban azt gondoljátok, hogy nekünk annyi tudást kell átadni, tanítani kell őket, hogy elkezdjék ők is azt, amit mi csinálunk. Ez nagyon, nagyon monoton lenne. Tehát ez egy gyógyító folyamat, amin át kell vinni őket. Tehát nyilván olyan, mintha egy ilyen kiegészítő gyógyításra vinnék őket, és fokozatosan, mondja Rav, egyre jobban kell mélyre ásnunk, de ezt végig kell gondolnunk, mert mi gondoltok ti erről? Szentpétervár. Az orosz kérdést egyáltalán nem fordítják, nem is értem. Vagy hiányzik az, akinek ezt kéne fordítania, vagy nem hallja a tolmács, de nem fordítják le. Úgyhogy elnézést, ezt nem tudom lefordítani. Nincs fordítás. Nekünk, na most jött meg Chicago, tehát nekünk ki kell terjesztenünk egy nagy, egy széles módon. Nekünk budgetet kell erre teremtenünk, nekünk erre meg kell teremtenünk a pénzügyi alapokat, nem tudjuk mire, mert azt nem folytatták, ez így fog működni. Tehát mi ezt tudjuk, nekünk nem el... Tehát most nem első alkalmat csináljuk ezt, de első alkalmat kell ezt megmutatnunk ilyen méretekben. Tehát nem tudjuk, hogy olyan fog ez mind működni, mondja Kalchenko, Kostya. Na hát, hogyan fog ez dolgozni? Tehát én azt gondolom, mondja, hogy nekünk... most a mennyiség felé kell mozdulni, nem a minőség felé, mivel ők vakáción vannak, nyaralnak, és hogyha érzelmekkel dolgoztok, mondja, akkor nagyon sok embert elértek mennyiségileg, minőségileg, de hogyha egyre mélyebbre ástok, akkor problémákkal találkozhatok, mert a legtöbb ember nem is fog figyelni, fogalmuk sincs, hogyan kell tanulni, fáradtak, nem ezért jönnek oda. Nem ez a céljuk a Szocsiba való utazással. Tehát az agyuk, az nincs is erre szükségük. Nem akarják ezt. Nem akarnak ezzel foglalkozni. De majd ott találkozunk, és a legjobbakat kívánom, de ezt gondoljuk végig még egyszer, mondja. Oké, na de akkor itt van egy érdekes helyzet. Július elejétől meghívtak bennünket. Nem értik pontosan, hogy mit fogunk csinálni, de mindenki nagyon kíváncsi rá. Tehát kimegyünk a tengerpartra, és velük töltjük ezeket az időket, mivel az emberek nyaralnak, tehát ezt a pihenési időt. És nekünk ki kell tudnunk választani, az, hogy hogyan tudnak boldogságot adni, örömet adni. Valóban a helyes feltételeket megadni. Ott mindenféle dolgok lesznek a diszkótól kezdve az összes nyaraló helyeken, felbukkanó helyen, de nekünk tisztázni kell az elejétől kezdve, hogy valami olyasmit akarunk mondani nekik, amiről ők nem sokat tudnak. Én értem, mondja Rab. Tehát lehet, hogy zenészeket kell odavinni, vagy valakiket, akik viszonylag egyszerűen adnak át komolyabb érzelmeket. Itt egy másik kérdés bukkant föl, hogy
hogy lesznek izraeli barátok Szocsiban, akikkel oroszul tesszük meg, átírjuk a zenéket, tehát több koncert fogunk adni, természetesen Rav. Ne, nincs nektek utcai koncertre szükségetek, szerintem. Nincs szükségetek. De az is lehet, hogy adhatok utcai koncerteket, mondja Rav. Tehát, hogyha ti összegyűjtök embereket, mondjuk a tengerparton, vagy egy fajta nyaralóhelyen belül, mi az, hogyha valóban ezt keresik, hogy valami zenét kell, és tudják, hogy oda egy zene lesz, és oda gyűjtek valahova őket, egy színpad van, ezért mennek oda, akkor rendben van, akkor oké. De hogy az utcán elkezdtek zenélni 30 percet, ugye mi fog történni, ezt ugye nem tudjuk. Oké, tehát akkor jó klippeket kell csinálni, filmeket kell csinálni, hogy az emberek részt vegyenek ezen, tehát hogy érezzék a kapcsolatot, csináljunk filmeket és ilyen dolgokat erre, Rav. De ezt nagyon komolyan elő kell készíteni, ez nem egyszerű, mondja Rav. Tehát itt meg kell koreografálni, ez egyáltalán nem egyszerű. Tehát, hogy mi fog itt történni, ki fogja ezt vezényelni, Moszkva, vagy mit gondoltok, ki fogja ezt az egész folyamatot vezényelni? Igen, Moszkva. Hát érdekes ez a Szocsi, megmondom. Hát ez egy nehéz kérdés, mondja valaki Moszkvából. Tehát nyilván ezt meg kell beszélnünk előre, és a legérdekesebb dolog, hogy egy évvel ezelőtt nagyon rosszul hallom, most meg, most a Chicago fordítás rettenetes. Van, de minek? Körülbe ezt mondani. Tehát mi körökbe szerveztük az embereket, és a kérdés, ami megjelent a külső közönségbe, nem értem, ne haragudjatok, nem értem, most nem értem az angolt. Büdös szót nem értettem belőle. Én, ha Szocsira nézek, mondja Rav, nem tudom, milyen mértékben vagytok ti képesek Moszkvában, illetve az adott területen tapasztalatot szerezni, vagy mennyire ismertek Szocsit. Tehát ugye nektek arra van szükségetek, hogy workshopokat hozzatok létre az emberek között, de előtte magatok között kell létrehoznotok, és nem szabad elfejteni, legalább egyszer az emberek, akik felelősek ezért naponta, meg kell nézni előre felvett anyagokat, hogy hogy kell workshopokat szervezni együtt, hogy kell részt venni, hogyan kell rámutatni bizonyos kérdésekre a workshopon, hogy kell megszervezni ezt, hogy az edény viszonylag gyorsan előjön még ugyanazon napon, és ennek meg kell történni, mert különben nem lesznek képesek fejlődni. Tehát a legfontosabb dolog, mondja, hogy megteremtsetek ebben az országban egy jó klímát. Az emberek általában mindentől betegek már. Tehát mindenféle nyomás alatt vannak mások felől. Az emberek ezen csak jól akarják magukat érezni. Ez a periódus, amikor valaki nyaralni megy, a törekvéseivel együtt, ez gyakorlatilag egy csomó dolog eltűnt, a belső izgatottság a nyaralást illetőleg. Az emberek már valami mást akarnak, nyugodtak akarnak lenni, és ezért valóban nagyon remélem, mondja Rab, hogy ezzel a tömegekkel való együttműködés Szocsiban, tehát az a sokféle emberre van együttműködés, valóban egy jófajta beinjekciózást tudtok adni az egész országnak ebben az irányban, amiben mi hiszünk. Tehát valamit beléjük injektálni, valamit, ami az egész szervezetet gyógyítja. Tehát az,
hogy ez a betegség, ahogy kiterjedt, ez a vírus kiterjedt az egész emberi szervezeten belül, amit az emberiségnek nevezünk, hogyan tudjuk ezt Szocsiban elkezdeni a gyógyítás is terjedni. Tehát a jó kapcsolatnak a vírusa az az, amit nekünk terjeszteni kell, ez az, hogy ennek működnie kéne, mondja. És amikor ez megtörténik, akkor nyilván ez az injekciót, ha megteszitek, akkor tudjátok a munkát folytatni velük. És akkor meg tudjátok teremteni a nemzetközi egyetemet esetleg, és ott állandóan kapcsolatban lettek az emberekkel, és akkor kongresszust szervezhetünk, és akkor egyetlen hatalmas orosz kongresszust hozhatunk létre azoknak az emberekre, akik nem tanulnak kabalát, hanem interoktatást tanulnak, és ez az, amit valóban remélek, hogy előbb-utóbb ezt meglátjuk. Hogy az atmoszférájának az országnak megkezd megváltozni, jobb lesz. Lehet, hogy csak néhány grammal, de ez elegendő, mondja, ez óriási változás fog okozni mindenkinek az életében, mert ez a fajta változás, ez egy nagyon, egyébként nagyon nehéz lenne másképp létrehozni, és ezt én nagyon-nagyon mértékben remélem, hogy ez így lesz, mondja. Másik kérdés. Jó napot. Márcsi, tehát miért van ez a nagy ellentét, a nagy ellenállás a különböző cselekedek között, és hogyan tudunk ezen túlkerülni, és mi történik, hogyha mi nem megyünk el Szocsiba. Tehát tudjátok, hogy mit kell tenni, és ha tudod, hogy kell tenni, hogy ha nem akartok Szocsiba, gyertek ide Izraelbe, és meg fogjátok látni, hogy a teljes üzemünk gyakorlatilag tehát mindenki a fronton van, a frontvonalon van, mindenki. Ez, hogy ez működik. Tehát nektek ki kell menni a frontvonalra, minden áldott nap különböző helyekre ki kell menni, és emberekkel kell foglalkozzatok. Tehát mi ugye otthoni meetingeket szervezünk, ez a támadásnak a szintje. Tehát elmentek valakinek a lakásába, más emberekkel, mondjuk 20 embert összehívtok, és elkezdtek kávét inni, beszélgetni, sütikét enni, és akkor beszéltek az emberekkel. Tehát beszéltek 2 órát velük, és ebben a 2 órában egyet kell érteni velük, nektek szolgálni kell őket, és nyilván követni fognak benneteket. Tehát akkor de gyertek ki, és dolgozzatok velünk, hogyha nincs szükségetek Szocsira, mondja Rav. Rav, ez a kérdés nem is igazán rám irányult volna. Tehát hogyan tudjuk ennek a cselekedetnek a fontosságát felemelni? Hiszen vannak emberek, akik bajban vannak. Hogy tudjuk ezeket a bajokat megállítani? Erre irányul a kérdésünk. Nem tudom, mondja Rav. Hogyan tudunk erről egyáltalán beszélni? Tehát, ugye ma az első részen pont erről beszéltünk. Tehát az embernek látnia kell, hogy a világ az az ő lelkének a része. És addig, amíg nem látod, hogy minden rajtad múlik a saját világon belül, hogy neked kell az ideáidat beleadni, az egységnek az elképzeléseit beleinjektálni a világba, és hogy és amíg a törés van ott előzetek, amíg látjátok, hogy ez a világ le van zárva a saját gyökereire, annak nagy a gyökereket valósítja meg, a nagy robbanástól kezdve minden egyes dolog, ami megjelent, menj el anyához. És pontosan ez az, ami az embereket egy kozmikus korrekció irányába fogja eltolni. Hát mi az, amit tennünk kell? Hát újra és újra elmondani, hogy én nektek elmondom újra és újra, nem tudom, hogy mi más tudnánk ezen kívül tenni. Tehát nyilván a barátokat kell inspirálni, tanítani, hogy a csoportdöntést tudják követni, hogy elmúljon bennük a szégyenérzés, hogy az, ami távol esik tőlük, fokozatosan közelebb kerüljön hozzájuk, hogy egyre jobban és jobban aktívvá váljanak ezekben a workshopokon, a terjesztési megnyilvánulásokban. Tehát az embereknek
a korrekció nem történhet meg más módon. Ismeritek az anyagokat, pontosan tudjátok, hogy minek kell történnie. Tehát én majd mindent ismertek. Hát mi más tudnék nektek mondani? Tehát van egy belső ellenállás, nyilván, de ez egy azért, mert egy egészséges ego van bennetek, és pontosan ez az, amit nektek tenni kell, valamilyen módon tudnotok kell, hogy magatokban is mit kell korrigálni. Tehát legyetek asszisztensek, szolgáljatok. Törődjetek valamivel, hordozzatok valamit, mondja. Oké, még egy kérdésünk van itt. Tehát mehet egy egyéni ember Szocsiba? Én erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Nektek kell egy bizottságot szervezni, aki a Szocsi projektet irányítja, igen. Van itt egy HR team, aki felelős. Csodálatos, mondja. Tehát akkor tehát azok az emberek, akik Szocsiban fognak dolgozni, nyilván valaki eldönt, hogy oda akar menni, akkor jelentkezni kell. Mi történik ott? Tudják az emberek, hol kell jelentkezni? Igen, tehát hogy az ember regisztrál, mi fölhívjuk, beszélünk vele, tisztázzuk, hogy mi a célja, az oka, mi a szerepe annak, aki oda megy, és akkor a legjobb időt megpróbáljuk meghatározni, hogy ő is tudja részt ugyan ebben venni, részese lehessen ennek. Tehát most már 30 ember van, aki biztos, hogy ott lesz, és még 160 ember készül erre, hogy bekapcsolódjon ebbe, és hogy ez a projekt így fog kiteljesedni, és tehát július 15-től kezdődik a nagy hajsza, tehát több embert aztán nem is tudunk már használni, és az ön látogatása után lehet, hogy még több embert kiteszünk a mezőre, de hát most körülbelül ugye a központi orosz és szibériai területeken küldünk embereket oda, és aztán Litvániából is lesz egy csoport, akik nagyon boldogok, nagyon erőteljesen terjesztenek, és nekik van a Boldog Gyermek projektjük, és Ukrajnából is jönnek barátok. Nyilván nekik azt kell megtalálni, hogy tudnak Oroszországba utazni, mert nem egyszerű. És aztán lesz a Help Haver. Várj, mondja, várj. Egy másodperc. Egy kérdés. Ennek a kérdés alapján, amit kérdeztek, tehát minden orosz tudja-e, minden orosz, hogy neki, nektek a ti hozzájárulásotokkal lehet, egyetértésekkel lehet csak oda menni. Tehát tudnotok kell azt, hogy mikor akar oda menni, tehát tudnotok kell, hogy mit kell tenni, hát nektek ismerni kell, hogy tudjátok mindent leszervezni, amire szükség van. Tudják-e pontosan az emberek, mondjanak? Tehát nem lesz olyan dolog, hogy valaki csak fölkapja a hátizsákját és oda rohan. Tehát figyelmesítek mindenkit erre, mert különben hatalmas szégyen, az ember elkölt pénzt, oda repül, és egyszer csak látja, hogy nincs, nem fogadjátok. Tehát ők a ti tanítványotok, nektek úgy kell fogni ezt, hogy nem vakáció, hanem munka a ti oldalatokról. Tehát mindenkinek mondjátok, hogy lehet belépni. Igen, mi erről gondoskodunk, mondja a srác. Minden egyes alkalommal az embereknek fel kell iratkozniuk, mi az embernek minden információt elküldünk e-mailbe, hogyan kell felkészülni a projektre, mit kell tennie, mit kell magával hoznia, hogy kell felkészülnie. Tehát még egyszer mondja a srác, mindenkinek, aki jönnie kell, aki erre van beütemezve, annak minden információt átadunk, és aztán napról napra egyre több embert fogadunk el. És ez a reggel is erre való, hogyha valaki nem tudta volna, ha nem kapta volna a konfirmációt, az ne jöjjön. Tehát akinek nem mondtuk, hogy jöhet, az ne jöjjön. Csak meg is tudom. A kérdés, a Help Haver. Tehát ha például nekünk van ezek dolgárunk, kit kell segítenünk? Tehát a Közép-Oroszországból, vagy Vlagyivosztokból kell valakit segítenünk?
Ez egy nagyon komoly kérdés, mondja. Nem tudom nektek megmondani. A legfontosabb dolog, ami az eszembe jutott, hogy az ember mennyire használható. Azaz, az ő képességei, amire szükségetek van, a lehetőség, hogy hogy tud részt venni ebben az egész projektben, amit tennetek kell, az nem... Tehát nem, nem is integrált oktatási trénernek kell lennie, hanem az, hogy szolgáltatjátok a tömegeket. És ki az, aki a legjobban képes ezt végrehajtani, magyarabb. Tehát akinek megvan az a hányadosa, ez az, hogy ebben hatni tud. Hogyha van egy ember Vlagyibosztokban, és ez többet tud tenni, mint valaki Moszkvából, vagy Közép-Oroszországból, akkor hadd menjen. Oké, ebben az esetben akkor Kalcsenkónak és Ulyanovnak kell ezt eldönteni, ők a specialisták. Nem, tehát mi mindig, nem, arra kell gondolnotok mindenek előtt, hogy itt hogy lesztek sikeresek. És utána kell végig gondolnotok azt, hogy tudtok új 30-40 embert betenni oda. Tehát a legfontosabb dolog, magyarabb még egyszer, hogy dolgozni mentek oda. Mi a célja annak, amiért oda mentek? Tehát nektek egy jó benyomás kell gondolni a nyaralók között, akik itt a nyaralási területen megjelennek. És ez az elsődleges célotok. Tehát Kalcsenko és Ulyanov tehát ők a frontvonalon vannak, ez igaz. Az első sorban. Tehát nektek ezt kell, magatokat kell fölkínálni, és nyilván itt kezdődik ez a dolog. Tehát miután már biztos az első sor, akkor kell a második vonalról gondoskodnotok, hogy ki lehet mögöttük, ki tudja őket megtartani, tolni, ki tud részt vetni, mosolyogva a kérdéseket föltéve, kik azok, akik asszisztálhatnak ehhez a folyamathoz. Emberek, akik ismerik őket, akiket lehet használni, tehát nektek a tömegek fejével kell gondolkodni. És a harmadik sor, a harmadik vonal, azok emberek, akik gyorsan kiképezhetők. És egyszerűen. Tehát amit most kérdezek tőlem, mit kell tudnunk? Hogyha nem tudjátok, nem ismertek egy embert, akkor nagyon nehezen tudtok elfogadni egy embert. Tehát persze elfogadhatjátok, de valóban tartsátok figyelembe azt, hogy amit ajánlok, hogy lehet, hogy egy napot el kell tölteni az emberrel, hogy tanítsátok őket, hogy megérezzétek, hogy ki alkalmas erre, hogy képes-e megtenni, amit meg kell tenni, hogy hatékonyan tudja ezt megtenni. Hogy megadjátok azt, hogy megfelelő módon tudjon csatlakozni ez a munkához. Vagy ezen a nyáron képes legyen rendesen dolgozni. Tehát, hogy vagy másodlagos asszisztens lesz csak ott, de ezt el kell tudnotok dönteni. Mi tesszük ezt a munkát, mondja a srác, minden barátunkat felhívjuk, beívjuk ebbe a csoportba, és más csoportokat megkérdezzük, hogy ki ő, mi ő, mennyire aktív, mivel foglalkozik. A projektmenedzserekkel beszélünk, tehát mindenki, aki elfogad van erre a munkára, azok valamennyire már kitanított emberek internetoktatás területén. Hát ez az oroszok nagy előnye. Tehát Kostya, Sasha, Dimidov, ők azok, akik valóban megpróbálják ezt a folyamatot felgyorsítani. Én csak szeretném hozzátenni, mondja a srác, hogy van egy kurzusunk, amit most készítettünk elő, mondja a srác. Ez nagyon érdekes, mondja, hogy ki készítette elő, mondták a neveket. Tehát az egész csoport ezen dolgozott. És minden reggel egy tréningkurzust tartunk bizonyos embereknek. Oké. Tehát vannak, hogy már kim vannak a munkaterületen, és igen, ez nagyon jó hallani, magyarabb. A kérdés az, hogy vagyunk képesek mindenkit megtanítani ott a helyszínen, és hogy valóban instruktorokká tenni. Itt nyilvánvalóban 10 napra mennek oda emberek nyaralni,
Tehát emberek, akik tehát nem lehet ott elkezdeni trénelni őket. Tehát nem olyan tanulók, tanítványokra van nekünk szükségünk most. Itt egyfajta, másfajta természetes munkát kell végeznünk, mint a internetoktatási tréningek. Itt erre nem lesz idő, mondja Rab. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek valóban tréningeltek, de itt le kell tisztáznunk, hogy milyen fajta, meg fel kell újítani. Oké, de hát ha értek, hogy mit kell tenni, akkor oké. Ha van még kérdésétek, Szentpétervár, Moszkva, kérdezzetek. Moszkvából kérdezünk, stabilizálódott Chicago megint. Ez a kérdés. Tehát 30 ember lesz ott párhuzamosan, gyerekek, ugye a gyaralók is így mennek ebbe a környezetbe. Tehát mi kimegyünk a gyaralóhelyekre, megpróbáljuk az ő hiányukat átvenni, de hogy kell elrendezni a napunkat? Annak érdekében, hogy megemészszük ezeket az állapotokat gyorsan, és valóban ezeket az állapotokat, amiket megkapunk tőlük, az egységre használjuk föl, Rav. Én azt gondolom, hogy mindenekelőtt minden a ti készenléti állapotoktól függ, hogy mennyire tudtok fókuszálni elsődlegesen magára az eredményre, teljes egészében. Tehát miért kell ott lennetek? Tehát, hogy van egy lehetőségetek arra, hogy kimentek reggel, lehet, hogy ebédidőben mentek ki. Nyilván nagyon nehéz sziesztakor elkapni az embereket bármire. Este már kicsit könnyebb lehet ez, mondjam. Tehát én nem tudom, minden attól függ, hogy milyen az ő tervük, az ütem, és nyilván a saját napokat kell megtenniük. És nagyon lényeges, hogy minden egyes ember részt vegyen, legalább kétszer a mi embereink, tehát akik ott vannak a miénk, kétszer egy workshopon. És ezeknek a workshopoknak strukturálni kell azoknak a kérdésre megfelelően, amiket föl kell tenni a munkánk során, amit föl kell tenni az embereknek, hogy képesek legyetek ezekkel dolgozni, minden dolgot meg tudok beszélni. Tehát én szeretném ezeket a kérdéseket hallani, mert ezek adják meg nekem a lehetőséget, hogy érezzem azt, ami bennetek van. És akkor veletek leszünk. Skype-on tudunk beszélni egyébként sokkal többször, akár minden nap. Bármely időben, ami nektek ez jó, majd meg fogjuk ezt előre beszélni, hogy milyen alkalmakkor. Napközben is, akár. Nyilván be fogom ütemezni ezt, tehát ha megmondjátok, hogy mikor tudjuk megtenni, akkor én a saját részemet hozzáteszem ehhez. Tehát, hogy maradjunk kapcsolatban, Skype-on. Tehát 10-15 perc alkalmanként. És akkor megosztjuk a benyomásainkat. És ez jobb lehet, mint e-mailekkel bombázni egymást. De persze e-maileket is lehet írni, de ez sokkal eredményesebb lehetne. Tehát arra van szükség, mondja Rav, hogy minden anyagot vigyetek magatokkal, általában a rabas terjesztési anyagait, amiről a világnak való terjesztésre szólnak, hogy kell a módszert kiterjeszteni, még kabát is vihettek, nyilván nem ezt kell tömegetek mutogatni, ez nektek van rá szükségetek. Tehát, hogy internetoktatásról beszélünk, vagy kabaláról, mi már értjük, hogy ez ugyanaz a dolog, semmi új nincs ebben a nap alatt. Tehát úgy kell készíteni, fel kell készíteni magunkat, hogy ezeket az anyagokat vigyétek magatokkal, nyomtassátok ki őket, van minden probléma esetére, hogy nem lesz ott nyomtató, hogy mindenkinél legyen ott, hogy mindenkinek legyen a kezébe egy rendes fénymásolat, és képesek legyetek ezzel az anyaggal dolgozni. És ezen túlmenően a napi megbeszélésnek megfelelően, és a napi feladatoknak megfelelően a kérdésekből, amit tőletek kapok, és az impresszióból, amit tőletek kapok a ti munkátokról, én nekem az a szándékom, hogy
a regény leckét megváltoztatom egy kicsit. Tehát mondjuk lehet, hogy egy részét a regény leckének mindig a ti kérdésre fogjuk szentelni. Tehát én hajlandó vagyok veletek dolgozni, amennyire csak szükséges, amennyire csak tudok. Én azt akarom, hogy érezzétek, hogy nagyon fontosak vagytok, a leglényegesebb részei vagytok annak a testnek, ami a Béné Baruk. Tehát, hogy előtt kapjátok a regény leckéből ahhoz, hogy ki tudjátok menni. Nyilván itt Olaszországban ezt megpróbáltuk megtenni, de ott a nyelvi nehézségek, ezek problémák voltak. De ott nem volt túl egyszerű a nyelv problémák miatt. De még a fordításokon keresztül is napi kapcsolatban voltam velük, minden nap. És még mindig kapcsolatban vagyunk. De a ti esetekben nincsen nyelvi akadály, sokkal egyszerűbb kell, hogy legyen kérdés. Nem hallunk benneteket, magyarabb. Moszkva elszállt. Igen, most hallatok? Igen. Tehát az első kérdés. Én azt hallottam, vagy azt hallottuk öntől, hogy itt egyfajta szórakoztató rész is kell a dolgokban, a eseményeinkben. Tehát most elkezdtünk egy új projektet. Mindenféle pikniket szervezünk, fesztivált ebben a terjesztési dologban. Sok egyetlen embert, egy helyre akarunk hívni, sok embert, egy parkba. Amikor meg tudunk hívni embereket, ott a terjesztési projekten belül. És Szocsiban is ezt meg szeretnénk valósítani. Nem tudom, még egyszer. Tehát olyasmiről kérdeztek, amit én nem ismerek. Tehát ilyen szempontból nem tudom, nem ismerem Szocsit. Amikor én 6-os voltam, akkor voltam Szocsiba. Az meg rég volt. Tehát ennyi volt az én Szocsi tapasztalatom. Én Szocsiban valami a hegyekre emlékszem, egy étteremre a hegy tetején. Tehát de alig-alig emlékszem. Ja nem, bocsánat, én emlékszem, ott volt egy úszoda, tehát nagyon sokat voltam a tengerben, tehát én nem emlékszem már semmire, mondja, ezen túl menően. Én nem tudom még elképzelni sem, hogy azóta mi történt ott. Én azt gondolom, mondja, hogy el kell küldeni néhány embert oda, akik felfedezik a lehetőségeket, látják, hogy mi történik ott, jelentéseket küldenek Moszkvába, Szentpétervárba, és hozzánk, és hogy tudjátok pontosan, hogy hogy lehet erre felkészülni jól, hogy mit kell magatokkal vinni, és így tovább. Én nem tudok ennél többet mondani, mert nem tudom, tehát nektek kell ezt az egész környezetet annyira ismerni, tehát nyilvánvalóan egy-egy ebédet is ki kell fizetnetek, hogy üljenek be a kávéházakba, hogy lássák az emberek, hogy reagálnak, hogy amikor az ember elkezd kiengedni, relaxálni, akkor a védelmi mechanizmusait leengedi egyébként. Ezért jó ötlet ez, hogy ott terjesztetek. Tehát először tanuljátok meg a nagy közönséget, és nem értettem megint, ha ti arra fókuszáltok, hogy az emberek ott pihenni mennek, akkor nem kell túl sokat tanulmányozni őket. Beléptek az ő világukba, egy jó állapotban visztek őket, és adtok neki egyfajta érzékelését az egységnek. Nem kell ott kutatni, meg nem tudom mit előtte. Tehát higgyétek el, hogy nagyon sok ember lesz, nagyon sok helyről. Ettől ne aggódjatok túl sokat, sikeresek lesztek, ebben biztos vagyok. Na.
Na most megint nem fordítanak. Jaj. Most elkezdtek fordítani, de mint a víz alatt lenne. Zohar Chicagóból. Hát én ezből nem értettem semmit. Reménytelen. Oké, tehát az ukrajnai helyzet jelen pillanatban. Mi nem ignorálhatjuk az ukrajnai helyzetet, erről beszélnünk kell. Nem lehetne jobb helyzet a világban, mint ami most történik. Ezt kell mondani magatoknak. A világ rajtunk múlik. Ezt mondjátok magatoknak. Ha ti úgy mentek ki erre az eseményre, hogy ezt magatok előtt tartjátok, szem előtt. És mindent békésebbé akartok tenni. De valami történik a világban. Nekünk persze figyelni kell erre. Ugyanakkor azonban minden másra is figyeltek kell. De a legfontosabb dolog, amit tesztek, hogy ti gyógyítók vagytok. Nálatok van a gyógyszer. Nektek egy gyógyító állapotba kell vinni az embereket. Tehát nem kell beszélnetek automatikusan a rossz helyzetekről. Egyszerűen azt kell mondanotok, hogy a szomorúságot kell mutatni, hogy ez a helyzet van. Ez a háború, amikor testvér testvér ellen harcol. Tehát, hogy szomorúak vagytok, mert a ti vágyatok a béke az egész világon. És hogy ez nem történik meg, ez szomorúvá teszem benneteket. Nyilván Ukrajna délkeleti részén mindannyian tudjuk, hogy mi történik ott. Olvassuk a híreket. És én nagyon remélem, hogy azt kell mondani, hogy mi reméljük, hogy amit itt teszünk együtt önökkel, megint nincs fordítás. Tehát képzeljétek el, ennyi volt a fordítás, hogy... Ez hihetetlen. Tehát... Egy-egy szót hallok, és aztán eltűnik a srác. Megint. Nincs fordítás. Nincs fordítás. Na, nagyon érdekes, egy mondatra bekapcsolódik a tolmács. Ez a kérdés nem egyszer merült föl a gyermekekről és az asszonyokról, nyilván ők is jönni fognak. De hogy ez mire vonatkozott, nem tudom. Megint nincs fordítás. Most véletlenül az izraeli srác szaggat. Mivel a férjek részt vesznek minden... Nincs fordítás. Nincs fordítás. Azért nem szólok semmit, mert nincs mit mondanom, változatlanul. Egyáltalán nincs fordítás.
Persze használhatatlan. Tehát én remélem, hogy a... lehet, hogy kétszer is tudok menni. Tehát nyáron én Portugáliába utazom először, aztán pedig Dél- és Rész-Amerikába. Tehát a két utazás között fogok elmenni Szocsiba. Hogyha kétszer leszek képes oda menni, akkor elmegyek kétszer. Még akkor is, ha ez nem a legolcsóbb út. Valóban. De végig kell gondolnunk. Először tegyük meg az első utat, aztán majd meglátjuk, mondjam. De én azt gondolom, hogy ez fontos, mivel ha az embereknek van néhány órája, hogy együtt tanuljunk, akkor én szeretném mondani, hogy amikor én ott vagyok, akkor azok az emberekkel akarok együtt dolgozni, akik a módszerért felelősek, akik a módszer kifejlesztésre felelősek, ugyanovon túl menően. És velük keresztül megyünk minden fontos ponton, az összes dokumentumon, menüelen, mindenen, ami fontos lehet. Nekem lesz ott időm, két napig, két ott leszok, két napig a tietek vagyok, semmi más dolgom nincs. A reptér egyenesen oda megyek, és együtt töltjük ezt az időt. Valamit akartak mutatni nekem, de ezen túl menően csak veletek foglalkozom. Hogy lehetséges, hogy lehet bátorítani azokat, akik nem fejezték be a mondatot, akik nem tudnak ott lenni, vagy nem tudnak jönni, csak azok, akik nagyon felkészültek, nekik állandóan dolgozni kell, oké, ez magától értetődő, hogy mi van azokkal, akik nem. Nyilván ez csak azok, akik ki vannak oktatva, azok menjenek oda, nekik kell elvégezni ezt a munkát. Moritz Bersevából 2000-et segíteni szeretne nekünk. Szocsiba akar menni? Hát egyáltalán nem menjen oda, de ez tilos, mondja Rav. Megtiltom, mondja Rav. Ő ott ül, nem fog érteni semmit. Tehát akkor kell egy ember, aki neki fordít. El kell vinni a repülőtérre, vissza kell tenni a repülőtérre. Miért lenne ez jó? Hát pont elég munka van itt Izraelben, hogyha valaki szolgálni akarja Izraelt, valaki már a munkahiányban küzdjön ide, mondja. Tehát, hogyha tréningre akartok menni, akkor jöjjön ide Izraelbe. Még egyszer mondja. Ismétlem, senki ne rombolja le a Szocsi csoportot, ezt az eseményt. Gondoljátok végig azt, hogy hogyan tudtok segíteni, ne azt, hogy hogyan tudjátok őket akadályozni. Ne a saját kíváncsiságotokat elégítsétek ki, mondja. Ugyanezt a választ tudom adni a nőknek, a gyerekekkel, akik nem tudnak semmit erről, nem ismerik a nyelvet, vagy nem ismerik az országot, ezt a valóságot, ami ebben az országban van, azok ne menjenek oda semmilyen esetre sem. Hogyha a terjesztési kurzusunkban azt látjuk, tehát az instruktőrök között van valamilyen probléma. Na, barátok, akik oda mennek, nekik az egymás közötti kapcsolaton kell dolgozni. Halljátok, amit mondok? Tehát nektek azon kell dolgoznatok, hogy felmelegítsétek a kapcsolatot egymás között, és akkor tudjátok átadni ezt másoknak. Tehát minden, a legfontosabb dolog, hogy az emberekhez csak akkor menjetek át, hogyha tudjátok, át tudjátok adni a fényt és a melegséget. Tehát semmilyen okosság nincs ebben, nincs ilyesmire szükség.
a legfontosabb dolog, hogy az érzelmi alapon menjetek az emberek közé, hogyha nem vagytok összekapcsolódva helyes módon, akkor az emberek nem lesz köztetek semmilyen kapcsolat. Hát, ti azt látjátok, hogy ez az esemény az nem sikeres, akkor a ti kapcsolatotok hiány, mert nem lesz sikeres. Tehát ezt teljes egészében értitek, amit akarok mondani? Írjátok le, mert ezt komolyan mondom. Ez, amit azonnal megfigyelnetek kell. Tehát workshopokkal, vagy egyéb dolgokkal, bizonyos dolgok megváltoztatásával, de a kapcsolatot kell növelnetek egymás között. Tehát lehet, hogy nem lehet dolgokat összeházasítani, lehet, hogy valami szomorúság jelenik meg, vagy valami fajta probléma jelenik meg köztetek a kapcsolatban. De ennek a problémát ezt meg kell oldani. Tehát az emberek, akik oda mennek terjeszteni, nekik egyetlen egységbe kell olvadni, különben nem lesznek képesek egymást befolyásolni. Ezért a workshop, mielőtt ti kimentek, rendkívül fontos. Nektek magatokat kell fölmelegíteni, és mindenki, aki otthon marad, azon kell gondolkodni, hogy aki kiment dolgozni, hogyan tudjátok a kapcsolatot tartani velük. Ez egy leglényegesebb dolog, magyarabb. Ezt minden alkalommal, minden nap meg kell újítani. Minden nap mindenki között, aki kiment oda, kell egy ilyen házi meetinget tartani, a házi köröket kell tartani minden nap. Nem, tehát egyetlen ember sem hiányzott ebből, egyetlen ember sem. Tehát mielőtt kiment volna minden nap beszélni, előtte kell ilyen kapcsolatot teremteni egymás között. Tehát ezért magyarabb, ez a hónap, amit el akartok ezzel tölteni, mi körülbelül 5-6 ezer emberre fogtok havonta beszélni, és mi magunkhoz kell, hogy kapcsoljuk őket, a mi szárnyunk alá kell, hogy vonjuk őket. Van még kérdés? Mennyiszer kell hetente az emberek eljönni interoktatásba, hogy készen álljon erre? És a nők számára is. A nők a férfiakkal együtt terjesztenek, tehát ahogy együtt is tanulnak. Tehát vagy együtt vannak, vagy... Tehát a legjobb, hogyha külön-külön tanultok, más és más teremben, de a nőknek el kell fogadni, a nőket el kell fogadni egy abszolút egyenjogúságban. Tehát tartsátok bent az agyatokban, a nőknek nagyon aktívnak kell lenni ebben a terjesztésben, nagyon aktívan kell foglalkozni. Ők jobban fognak dolgozni, mint ti. Megmondom, a férfiak. Ma a világban rengeteg nő jelenik meg, akik a saját szakmájukban, coachingban, leckékadásban és mindenféle dologban jobban teljesítenek, mint egy férfi. A nők azok borzasztó fontosak. El kell fogadni őket ilyen módon. Tehát a nőket tegyétek a frontvonalra, és ez egy iszonyú erő lesz. Hogy hogyan tudjátok ezt megszervezni, hogyan tudjátok fenntartani ezt a helyszínen, hogyan tudtok erre helyet teremteni, hogyan fogjátok megosztani a saját helyeiteket, a nők és a férfiak között, a fürdőszobákat, de meg kell tennetek, mert én azt akarom, hogy ott legyenek a nők. A nők fogják ezt a projektet megmenteni. Ők óriási erejű munka. Erő. Hát, nagyon érdekes, amit mond. Sok szempontból. Szentpétervárból kérdez valaki, mi a hatékonyabb? Azok, akiknek van tapasztalatuk, vagy menjenek Izraelbe. Hát a Szocsi az elsődleges fontosságú. Tehát Izrael mindent segítséget megfogadni, és kész. Mi természetesen, ha van kérésetek, vagy vágyatok valamire, jöhettek Izraelbe is, de Szocsi a legfontosabb.
Ujjaj, Szentpétervárt hívják, de közben egy ilyen kuktafazék hang jelent meg a háttérben. Előttünk lesz egy bulgár és román kongresszus, és én tudom, hogy vagy ez terjesztési cselekedet. Abban a pillanatban, amikor, tehát Szocsi után pedig mi fog történni? Nincs nem tudom még, hogy mi történik más helyeken. Tehát Németországból sincs helyzen, Bulgáriából nincs elképzelés, hogy mi történik ott. Én azt gondolom, hogy ott lesz valami dolog, aztán valami el volt töröl, valamit kitaláltuk, aztán eltöröltük. Tehát ezek a helyekkel most nincs kapcsolatom. Tehát jelen pillanatban én nem tudom, semmilyen információm nincs erről, hogy mi történik. Nem tudom, hogy ki megy oda, mit fogunk megszervezni, mennyire tréningeltek ők, ott voltak integráltatási megnyilvánulások. Lehet, hogy emberek nem értik, hogy kell a nagy közönséggel dolgozni, lehet, hogy olyanok fognak kimenni az emberek közé. Tehát Bulgáriában is nagyon sok ember megy nyaralni oda, de hogy azon kívül mi fog ott történni, nem tudom magyarabb. A lényeg, hogy nem tudom. És nem is akarok spekulálni ezen a kérdésen, mert aztán ezeken a helyeken aztán végképp soha nem voltam, tehát elképzelésem sem sincs. Én hegesztő hangokat hallok a háttérbe, tehát nyilván mindenki riportálni fog a mi centrumunkba, és ezt kell valamilyen módon menedzselni. Nyilvánvalóan mindenkinek a saját, mindenkinek a mi esernyőnk alatt kell dolgozni, és nyilván nekünk befolyásolni kell minden cselekedet, ami Európában vagy bárhol máshol történik. És ennek a következménye az, hogy az egész világcsoportot befolyásolni fogja, tehát nem lehet egy régiónak fölállni, akkor mi csak ezt meg ezt fogjuk csinálni. Tehát mindent koordinálni kell, és befolyásolni. Befolyásunk van mindenre. És az, hogy emberek egyszerűen felugranak és elkezdek ezt csinálni, én nem szeretném, hogy ez történjen. Hanem mindenek egy nagyon megfelelő módon kell koordinálva lennie, előre leírva, megvizsgálva, és akkor tudjuk ezt aktiválni. És csak ez lehetséges, mert különben különben nem tudjuk felügyelni, hogy mi történik ott, és engedésen fogunk adni, hogy mi nevünkben tegyék ezt. Mert különben csak bajba kerülünk. Mert csak kárt okozunk az általános nagy csoport működésnek. Ez nagyon komoly, amit mondok. Tehát tartsátok észben, hogyha minden, bármilyen privát cselekedetbe kezdtek, vagy eseményben, nincs ilyen, hogy privát esemény, mindannyian kapcsolatban vagyunk, végig kell gondolnunk, hogyha én valahol egy bajt csinálok, akkor ez a hiba, ez végig futnod, végig fog vibrálni, és ezerszer vissza fog csapni ránk, és az egész világcsoportra. És én ez a világcsoportra kötődve, és ezért nem tudok tenni semmit. Nem tudok megszökni se a csapás elől. Tehát legyen az jó, legyen az rossz, ennek a visszhangja vissza fog vibrálni a világ minden táján a barátaimra. És ezért nekem el kell fogadni, hogy ez a befolyás milyen nagy. Ha pozitív, akkor ez oké, ez megsokszorozódik pozitívan, de ha negatív, akkor negatív módon fog megsokszorozódni. Tehát akkor a következő, ami schedule-unk, reggel eszünk, tanulunk, workshopolunk egyet önnel, aztán ebédelünk, aztán délután 3-kor kezdődik a munkaidő. És azok,
akinek nincsen... Ezt most nem értettem, bocsánat. Tehát nyilvánvalóan van egyfajta bizottság, amit létre fogunk hozni, hogy mindenkinek a felkészültségét megvizsgáljuk, és ennek kell egy világos jelzést adni, hogy az emberek készek kimenni, vagy még nincs kész valaki. Rav, igen, ez a helyes procedure, amit most mondtál, ez a helyes eljárás. Tehát ezt nektek kell gyakorlatba állítani. Tehát mindent a kezdettől fogva, a bemutatástól kezdve így kell fölépíteni. Tehát az elejétől meg kell tanítani az embereknek, hogy kell viselkedni, mit kell csinálniuk, és visszajelzéseket kell adnotok. Hogy ezáltal adjatok nekik önbizalmat, megerősítést. Ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát látnotok kell a reakciót, látnotok kell mindent, minden, ami történik, minden izgatottságot, játékot, mindent, amit tenniük kell, mindennek ott kell lenni előttetek, és tudnotok, hogy mit akartok vele csinálni. Még több kérdés? Még egy kérdés mindenek előtt, ön azt mondta, hogy a nem oroszul beszélőknek nincs ott kérdése, de akkor erre van egy... Nincs ott mit keresni, a hollandok kérdeztek, hogy akik beszélnek oroszul Európában, nekünk sem kell ott lenni. Ne legyenek Szocsiban az oroszul beszélő európaiak. Tehát ti átviszitek a saját problémáitokat oda. Figyeljetek rám, amit mondok magyarabb. Hogyha van lehetőségetek meghívni őket, hogy ők képesek legyenek elnyelni a vágyakat, akkor lehet, hogy ez ad valamit. De én nem gondolom, hogy ők képesek lennének kimenni a tömegekhez. Mert ott olyan nagy különbség van az ott lévő nyaralók között, és az Európában élők között. Tehát akik néhány évvel Oroszországon kívül élnek, nem tudják ezt menedzselni. Tehát ők már európaiak lettek, ami csak zavaró lehet. Elválasz benneteket, nem lesznek képesek befolyásolni az oroszok, megfelelő módon az orosz embereket, akik Oroszországban élnek. És az én szememben, mondja Rav, nagyon különböző egy orosz, aki Oroszországban él, vagy az, aki Európában. A mentalitás néhány év után elkezd nagyon élesen megváltozni. Elágazni, ahogy mondta Rav. Kazasztánból kérdezi valaki, és ő menjen. Tehát ki akar oda menni? Kazasztán az Berek nevű ember. Én nem tudom, beszél oroszul teljesen rendben. Ja, hogyha ő annyira bírja a nyelvet, akkor elmehet, mert Kazasztán azért nagyon hasonló még mindig. De verifikálni kell, meg kell vizsgálni. Karcsenko, figyeljetek! Nektek nagyon egyszerű az elutasítása az embereknek. Senkit nem kell befogadni, hogy ez az okunk, vagy ez az okunk. Nem. Egyszerűen azt lehet, hogy nem, és kész. Tehát mindenki sikeres akar lenni, csak ezekkel foglalkozni. Most mondtak valamit a kazakokra, ezt nem nagyon értettem. Tehát nektek meg kell édesíteni az elutasítást. De ha gondoljátok, hogy nagy szomorúságot éreztek, hogy el kell utasítani ezért meg ezért, ezért megérdesítitek, de kőkemények lehetek ebben mondjára. Egy metodológiai kérdés van, módszertani. Hogyan tudjuk átadni a résztvevőknek, hogy érezzék a módszerünket? Minden attól függ, hogy ti mennyire vagytok fókuszáltak,
és hogy mennyire, ti mennyire segítenek nekik ezt érezni. Az embereknek arra van szüksége, hogy érezzék, érzékeljék a szívükben azt, amiről beszéltek, hogy ők ugye relaxálni mentek, nyaralni mentek, nem az irodáikban vannak, nem a munkaikban vannak. Kilépnek a házukból, nem a feleségükön mennek, nem a... Tehát ők valóban nyaralni vannak, relaxálnak. Nektek egy feltételrendszert kell megteremteni, ami egyszerűvé teszi azt, hogy őket helyes irányba vigyetik, és ezt kell éreztetni velük. Tehát én nem tudom, milyen fajta problémák lehet itt. Itt minden attól fog függeni, hogy mennyire vagytok fókuszálni képesek a melegségre, és hogy tudjátok ezt megtenni. És nektek workshopokba kell vinni ezt, egymás között kell workshopoltatni őket. Nyilván, hogy részleteket kell előkészíteni. Lehet Bálth Szulám is. A világ korrekciára is lehetnek részleteket mondani. Tehát mielőtt elkezditek, nektek át kell ölelni egymást, ha van hol. Ha nem, akkor pedig mentálisan kell átölelni egymást. Olvassátok el ezeket a részleteket, és kezdjetek el dolgozni. Tehát amikor elkezdtek dolgozni, hogy az emberek érezzék, hogy kapcsolatban vagytok ti már egymással. Tehát, hogy ahogy ti is mosolyogtok, ahogy ti támogatjátok egymást, ahogy ti gondoskodtok egymásról, ahogy össze van vetve a váratok egymásnak. És ilyen néhány ember fel tudja ezt mutatni, hogy ők lássák, hogy mi jön keresztül rajtatok, hogy érezni lehessetek, hogy ti egységben vagytok. Hogy befolyásolni tudjátok őket egy jó és megfelelő viszony mentén. Hogy a jó kapcsolatot meg tudjátok mutatni nekik. Ha az embereknek nincs meg ez a kapcsolatuk, akkor nincs meg az embereknek ez a kapcsolat, ne küldjetek el dolgozni őket az embereket. Ez a belső komponens, ez egyszerűen elkerülhetetlen. Ez egy olyan impresszió, amit nektek meg kell tartani. Itt a Szocsi csoport hogyan tud meghívni, nem értettem a kérdés, rettenetes, tehát megint rettenetes a fordítás Chicagóból. Én nem vagyok biztos a kérdésben, hogy kiről beszéltek a szomszédokról, Rav. Tehát nem értem meg a fordítás Chicagóból. Tehát a helyiek, hát ők elmennek barbecue-zni. Tehát amikor ott voltam, akkor meghívtak engem, és akkor valami sütöttek a tűzön. Az embereknek ez hasznos lehet. Tehát valamilyen módon az általános eseményt is támogatni kell. Természetesen, ha meg tudjátok tenni, tegyétek meg. Tehát természetesen hívjátok meg a Szocsinak, a helyiekre vonatkozott a kérdés, most már értem. Tehát a helyi embereket Szocsiba. Tehát hívjátok meg a menedzsereket, meg az egyéb dolgokat, és beszélgessetek velük, az egyéb felelős embereket, akik a városban helyiek, helyi oroszok. Én szeretném tisztázni, hogy nagyon sok ember van, aki valamilyen módon kapcsolódik hozzánk, és ők valóban jönni akarnak. Ez akár 30-40 ember is lehet Szocsiból. Hogyan viszonyunk ehhez, kérdezi Kostya. Ezzel nincs problémám egyáltalán. Ha ti azt gondoljátok, hogy ez hasznos lehet, hívjátok meg őket, akkor hívjátok meg őket. Ebben az esetben nyilván itt nem kell oktatásról beszélni. Itt arról kell beszélni, hogy amiről lehetséges, hogy beszéljünk, hogy mi az, amit mi csinálunk, és nekik figyelni kell erre, és mi lehet nekik az előnyös belőle, nem tudom, ezt nektek kell kitalálni. Nyilván még a kabalához is lehet ezt kapcsolni, nem tudom, barátai mondja. Tehát amit én ajánlítok nektek, hogy ezt a két napot, amit ott leszek, akkor tudunk erről döntést hozni. Tehát
Tehát ezt a két napot használtuk erre. Ki ebbe a két napban? Tietek vagyok. Lehet, hogy még utána is el tudtok menni július elején. Lehet, hogy még egyszer el tudok menni. Július első hetében. Aztán július 25-én el kell mennem. Tehát mondjátok meg a megfelelőbb napot. Ismeritek a beosztásomat. Tehát dolgozzunk ezen, és akkor oda meg hozzátok, és segítek. Megint nem fordítanak. De... Tehát új vizsgátokat kell itt megtennünk majd. Most jött Chicagóba egy fordítás, foszlány, hogy így mondjam. Ez értékes lehet arra használni az időt, hogy új módszert fejleszünk ki? Tehát érdemes ez az időt felhasználni új módszer fejlesztésére? Új irányokat fejleszünk ki, Rav? Nem. A legtöbb ember, aki ott lesz, nem ezzel foglalkozik. Tehát mit jelent ez, hogy új emberek vannak ott? Ez nem egy... Nem akarunk ott nyitni egy oktatási intézményt. Elsődleges fókuszunk az a specialistákkal való munka, együttműködés az emberekkel, a hétköznapi tömegekkel. Tehát, hogy ezen túlmenően marad idő, akkor beszéltünk a módszerről, a dokumentumainkról, amik vannak, de ennyi. Ennyi. Én nem gondolom, mondja Rav, hogy nektek arra van szükségetek, hogy ennyi mindenem foglalkozatok egyszerre. Tehát az emberekre fókuszáltok inkább. Hogyha van még lehetőségetek, akkor béreljetek el valahol egy helyet, menjetek valahol el, mikor befejezitek ezt a munkát, legyen egy ilyen tábor, ami a tengerparton, és gyűjtsetek össze mindent, amit kaptatok, és akkor kamara leckéket tudunk adni, és közben sokkal egyszerűbben és olcsóbban tudjuk az időt eltölteni, és akkor megformálunk egy csoportot. Tehát csak annyit foglalkozatok a módszerrel, ami még nem okoz kárt az elsődleges terveitekben. A szocsai csoport az egy felkészülési munkában van. Tehát Szergeny Nisszán az, aki szervezi azt a lakást, meg az épületeket, ahol mennek a fiúk. Tehát itt van, nem, nincs Szocsiba? Most a srác kérdez. Tehát a szocsi álom az már 6 éve megy, hogy megcsináljuk, és az utolsó felkészülés, és megint nem értek semmit. És a legfontosabb dolog, hogy az emberek, megint nem értem, tehát szétesik az internete a chicagói srácnak. Reménytelen. Miért nem vesz egy rendes internetet az a fiú? Hogyan tudunk gyorsan és egy nagyon megtervezett módon felépíteni valamit, nem értem, mit mond, ne haragudjatok. Tehát, hogy ne csak a terjesztési módszeren dolgozzunk, hanem egy bizonyos folyamatot építsünk ki, ami köztünk segít a kapcsolatot felépíteni. És ebben a táborban nyilvánvalóan egy újfajta kapcsolatot tudnánk megformálni egymás között. Tehát egy ilyenben gondolkodnak, de ez nem értettem rendesen, mert a töredékét nem folytatták le. Tehát Szergej. Na, ezt most nem értettem. Tehát mondjuk, gyerek,
Tehát ezen az eseményen miről beszélünk? Oda visztak mondjuk 40 embert. Tehát kempingezni akartok, vagy pedig szolgálni mentek. Tehát 30 ember megy oda, felnőtt, akik a tűzvonalban fognak állni, akiket meg kell óvnotok a sérüléstől, meg kell adniuk mindent, amire szükség van annak érdekében, kaját, a tiszta, ti nektek kell kiszolgálni őket, hogy ők képesek lettek, a takarítást, a mellékenységeket, tehát jó néhány embernek kell bocsánat, azon dolgozni, hogy szolgáljátok azt a 40-t, aki dolgozik. És azon túlmenően mennyi lesznek ott a tehát 5-6 ember lesz, aki nem az emberekhez megy ki. Tehát akkor ugye 5 csoportunk lesz, akik oda mennek, ugye? 5 ilyen váltás megyünk. Tehát 5 csoportod van, akik párzamosan dolgoznak. És te még akarsz embereket vinni, európaiakat és másokat, azért, hogy kezdjetek el megszervezni egy nemzeti egyetemet ott, vagy módszertani tanfolyamot? Úgy, akik menjenek itt terjeszteni, azok még kezdjék ki ezeket az embereket tanítani. Én nem tudom, hogy lenni ez képes megtenni. Én értem, hogy nagy szíved van, értem, hogy akarod tenni, de én azt keresem, hogy a pillanatnyi eseményt sikeresét tudjátok tenni. Tehát arra vigyázzatok, hogy amilyennyire lehetséges, ezt tegyétek sikeressé. És amikor elkezdtek dolgozni ezen, hétről hétre haladtok előre a projekten, meg fogjátok látni, hogy ébredtek rá, hogy hol vagytok, és mit tesztek, és meg kell, hogy szerezzetek a lehetőséget arra, hogy egy másik helyet szerezzetek esetleg, és egy másik projektet megszervezzetek, ezt tegyétek meg, de ne egy időben legyen a kettő. Nagyon sok van, ahol megtalálok erre a helyet. És legalább részben tudnánk szervezni egyfajta helyet erre. Tehát ha nem fogtok senkit akadályozni, akkor csináljátok. Azonban még egyszer mondja Rav, csak miután képesek vagytok az 5 helyen dolgozni ezen a terjesztésen, és tudtok gondoskodni minden előzetes feltételről, a háztartási problémákról. Amikor ezen túl vagytok, napi szintű megoldásokon, akkor tudok veled egyet érteni, hogy csináltok még valami mást is ezen kívül, csak miután ezt befejeztétek. Akkor nézzük meg egy klippet. Dennis, küld el nekem az ütemezést, hogy mikor akartok Skype meetinget, minden dologgal, amiről beszélni akartok, és akkor kapcsolatban leszünk egy frequently, tehát egy alkalmankénti kapcsolatban beszélünk, tehát már elfelejtettem beszélni. Együtt Szocsiban egy akváriumot fogunk létrehozni. Itt lesz a táborunk. Itt valamilyen módon itt kell együtt dolgoznunk az összes embernek, akik szakmailag együtt dolgoznak, most kezdik el építeni ezt. Nagyon világosan segítséget kaptunk felülről, érezhetően együtt, Szocsiban 2014-ben.
Oké, mondja Rav, én remélem, hogy folytatódni fog sikeresen ez a projekt, és én most mindenkitől elköszönök, még egyszer ismétlem, hogy én veletek szándékozok lenni egy állandó kapcsolatban, hogy minden potenciális kérdést meg tudjunk oldani, mindent, amire szükségetek van, tudassatok, hogy mit akartok, és készüljünk el fel nagyon komolyan, és magatokat ne szabdáljátok föl túlságosan, fókuszáljatok arra, amit eldöntöttünk, arra fókuszáljatok, és amilyen sok barát csak lehetséges, akik a legjobban felkészültek, azokkal dolgozzatok együtt, és legyen egyetlen egyesített program, és minden barátunknak boldog vagyok, hogy láttatok benneteket, és mindenkit üdvözlök, és akkor most egy dal.